február 11-ével országunkban is folyamatos a koronavírus elleni védőoltások beadása a különböző oltópontokon és az orvosi rendelőkben. A vakcina felvétele már településünkön is elérhető a lakosság számára, tudtuk meg Jeneiné dr. Egri Izabella polgármestertől, aki a jelenleg fertőzött személyek számáról és a védőoltás mielőbbi elérhetősége ügyében tett lépésekről is beszélt riporterünknek. Településünkön 2-nél kevesebb koronavírussal fertőzött személy van. Jelenleg 111 fő kapja meg a mai nappal a védőoltást. Én krónikus beteg vagyok, tehát én azért kerültem már most sorra, mert a regisztrációm megtörtént. Önkormányzatunk segítséget nyújt abban a két házi orvosunknak, hogy akik nem tudtak regisztrálni, mert nincs internet lehetőségük, az a községháza hatós irodájában hétfői napokon délelőtt, csütörtöki naponként pedig délután biztosítja a regisztrációt. A polgárőreink segítséget nyújtanak abban, hogy aki nem tud feljönni az orvosi rendelőbe, amikorra van időpontja, akkor szólni kell Fegyver Imre polgárőrnek, és ők nagyon szívesen felhozzák. A támogató szolgálatunk kis busza pedig rendelkezésre áll azoknak, akik oltópontra nem tudnak eljutni, mert a család nincs itthon, vagy bárminemű probléma van. A támogató szolgált kisbusza ügyében pedig Vígné Galgóczi Marikát kell keresni. Én úgy gondolom, hogy önkormányzatunk mindenkinek, akinek igénye és lehetősége van, biztosítja azt, hogy eljusson az orvosi rendelőbe, illetőleg az oltópontokra. Polgármester asszony, hezitált azon, hogy beoltassa magát, vagy nem? Én nem hezitáltam, én krónikus betegségem van, és úgy gondolom, hogy azért, hogy a település és minden meg tudjon nyílni, szükséges az ahhoz, hogy az oltásokat meg tudjuk kapni, illetve akik átestek, azok pedig már ugye védettek ilyen téren.